Szinte már betelt a Nyírbátori Ipari Park, jelenleg több mint 20 cég működik itt, közülük 7 multinacionális vállalat. A gyárak a 2014-2015-ös évben folyamatosan bővültek, ennek eredménye kimagaslóan tavaly mutatkozott meg, amikor a város iparűzési adóbevétele csaknem elérte az 1,2 milliárd forintot. A külföldi vállalatok tervei közt idén is több beruházás szerepel, ami már biztos, hogy 3 nagy vállalat fejlesz 2017-ben, de a többi cég is tárgyalásokat folytat, vagy az önkormányzattal, vagy a magyar állammal. Az egyik kiemelt beruházás a Koloplast Kft. Üzemépítése, a már meglévő 2 gyáregysége mellé építenek ebben az évben egy harmadikat, ami 50%-kal növeli majd a kapacitásukat, valamint a jelenlegi 2000 fős alkalmazotti létszámuk további 1000-rel nő majd, hangzott el a város újévi vállalkozói fórumán. A Rosenberger Magyarország Kft. Jelentette be, hogy tavaly évben, hogy Nyírbátorban egy új gyárépületet épít, kormány támogatásával. Ez nyár végére fog megvalósulni. Ez az épületben 400 főt egészen biztosan, de tudjuk, hogy az épület nagysága olyan, hogy akár 1000 főt is tudnak majd foglalkoztatni. És a harmadik fejlesztés pedig a Serioplast olasz tulajdonú cég. Eleve olyan ingatlant vásárolt annak idején, ahol folyamatosan tudja bővíteni a gyáregységét. Ebben az évben egy 3500 négyzetméteres gyárépület fog bővülni a kapacitás, ami azt jelenti, hogy nagyságrendileg egy olyan 20-30%-kal is bővülhet ott a termelés. Az Unilever háztartási vegyipari gyár 1989 óta van jelen Nyírbátorban, az elmúlt 3 évben 67%-kal bővítették a kapacitásukat, legutóbb 2015-ben telepítettek új gyártósorokat. A nyírbátori egy alapvetően automata üzem, jelenleg 300 főt alkalmaznak, évvégére 333-ra nőhet a létszám. Ebben az évben egy 4,5 millió eurós beruházás kerül megvalósításra, amelyben bővítjük a gyártócsarnokunkat, bővítjük a folyékony keverőüzemünket, illetve új innovációs portfólióknak a kialakítására kerül sor. A Dill Aircabin repülőgép alkatrészgyártó cég is növeli majd foglalkoztatotti létszámát. A tervek szerint 2019-ig évente 100 új főt alkalmaznak a már meglévő 519 fő mellett. Az egyik legrégebbi multinacionális vállalat Nyírbátorban a német MSK BT, itt jelenleg 345-en dolgoznak, több nagy beruházást is befejeztek az elmúlt években. 1995-ben több mint 20 éve alakult a Nyírbátori gyáregység. Csomagológépgyártással foglalkozik az MSK, nagyon sok országban van leányvállalata, az anyavállalata Németországban van, Klévében. A Nyírbátori Ipari Parkba 90 településről összesen 2407 fő jár szervezett buszokkal dolgozni, ez a szám idén tovább nő majd. Ezért szeretnének a park melletti erdős részen egy buszmegálló hálózatot kiépíteni. A tervek között szerepel még a Számitrád Nyírbátor program elindítása. Ennek keretében Románia felé is nyitna a helyi munkaerőpiac, közölte Máté Antal, a település polgármestere. A célcsoport a magyarul jól beszélő és magyar állampolgársággal rendelkezők, akiket szintén szervezett buszokkal szállítanának át Nyírbátorba minden reggel. Nem csak az iparban, a mezőgazdaságban is fejleszteni szeretne a város, egy új hűtőházat és logisztikai rendszert hoznának létre annak érdekében, hogy a település magyarországi viszonylatban egy mezőgazdasági központtá váljon. De a tervek között szerepel még egy erőmű építése is az ipari park szomszédságában.